A jövő hét az OKN, azaz az országos könyvtári napok jegyében telik a Ceglédi Városi Könyvtár életében is. A háttér vendége a Ceglédi Városi Könyvtár igazgatója, Kapdebo Ladik Lívia. Kezdjük csokolom. Köszönöm szépen, hogy eljött. Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm a nézőket. Ez tehát a mai hátterünknek a központi témája, de hát ha lesz még másra is idő, szóval jövő hét és programok, főbb programok, több is van. Melyiket említeni legelőször? Igen, országos könyvtári napok azért egy picit, hogyha megengedi, elmondanám, hogy ez egy nagyon régi, most már 17. éve tartó programsorozat, amelyet az egyik legrangosabb szakmai szervezet, az Informatikai és Könyvtári Szövetség koordinál és szervez egységes tematika alapján. Tehát egy régi dologról beszélünk, de mindig meg tud újulni, mindig más a tematikája, és van egy nagyon fontos célja, mint ahogy szerintem minden egyes olyan kiemelt napnak, nemzetközi napnak, hogy egy picit fölhívja a figyelmet, a könyvtárakra, a könyvtárak évről évre megújulni tudó és képes szerepére, különböző szerepére. És ez az idei év, ennek a tematikája a könyvtár híd, a könyvtár összeköt. A hídépítő szerep az, amire most különösen fókuszálunk, hogy mennyi minden között tud hidat képezni a könyvtár. A különböző társadalmi rétegek, a művészetek, a tudományok, a közösségek, sorolhatnám a különböző szervezetek között, milyen híd teremtésére képes a könyvtár. Erre szeretnénk helyezni most ebben az évben a hangsúlyt, ezzel a központi tematikával. A hét során minden napnak külön kis témája van, és minden külön kis téma ezekre a kis hídszerepekre hívja fel a figyelmet. Kedden kezdünk igazándiból, mert hétfő egy konferencia, egy nyitó konferenciája az országos szakmai szervezetnek, illetve hát most Budapesten zajlik ez a konferencia, és akkor mi amúgy zárva vagyunk hétfőn, és akkor kedden pedig indítjuk. A keddi napnak a külön kis témája a könyvértéktár. Már sokszor elmondtam itt ebben az adásban is, hogy a könyvtár koordinálja a helyi értéktárat, tehát nekünk különösen fontosak a helyi értékek. Most viszont egy olyan témát választottunk, ami egyelőre még nem a helyi értéktárnak a része, mert hogy most folynak még a kutatások ezzel kapcsolatosan, de elképzelhető, hogy hamarosan már a helyi értéktárba is bekerül. Ez pedig nem más, mint Kérszigeti Dékány Mihálynak a kalandos élete. Őt a ceglédi bombom királyként emlegetik, így van. Ceglédi születésű cukrász mesterről van szó, akit az élet elsodort egészen az Egyesült Államokig, Chicagóba, New Yorkba került, és Lajos Méri lesz az, aki ezen a napon, ezen a keddi napon beszél nekünk egy kicsit, mint szakavatott, mint szintén cukrász nagymester az életéről, és hát természetesen kóstolót is hoz nekünk, úgyhogy bombonokkal várjuk az ide érkezőket. Mielőtt a további programokat taglalnánk, a részvételről kérem, hogy szóljon, ingyeneseke, regisztrációhoz kötötte, változott-e esetleg az eddigiekhez képest, mi most a gyakorlat ebben az esztendőben? Igen, éppen most az országos könyvtári napok lesz az első olyan, hiszen októbertől indítjuk el, és októberben ez az első rendezvénysorozatunk, az újdonságot, méghozzá azt, hogy továbbra is ingyenesen kínáljuk a programjainkat, rendezvényeinket, klubjainkat, foglalkozásainkat minden ki részére, aki beiratkozik hozzánk. Tehát ennyi az újdonság, hogy ingyenesen kínáljuk, de a beiratkozott olvasóink számára. Talán megkérdezhetik, hogy mi ennek az oka, vagy miért kívánjuk ezt bevezetni. Azt gondolom, hogy amellett, hogy nekünk is van egy fontos közművelődési szerepünk, de mégsem egy átjáróházként tekintünk a könyvtárra, ahol csak egy-egy rendezvény erejéig valaki betér, és aztán lehet, hogy soha nem is talál
találkozunk vele, hanem egyfajta közösségként. Tehát a közösség építése, a könyvtárhoz való tartozás, az ahhoz a közösséghez való tartozás, az számunkra nagyon fontos. És ez a beiratkozottak közösségét fogja formálni, és hát nyilvánvalóan nem titkolt szándék az is, hogy ha már beiratkozott az illető, akkor vegye igénybe a könyvtár más szolgáltatásait is, azon kívül, hogy rendezvényekre, programokra jár, például az alapszolgáltatását, vagyis magát a könyv kölcsönzését. Azért is tartjuk még ezt fontosnak, mert még mindig nagyon sokaknak a fejében ez a régi poros, avit könyvtár kép él. Szeretnénk megmutatni, hogy már nem ilyen a könyvtár. Szeretnénk megmutatni azt, hogy milyen kínálattal várjuk őket. Nem csak könyves kínálattal, hanem mindenféle más dokumentum típussal. Most épp a gyermekkönyvtárból jövök, ahol a Népmese hete kapcsán óvodásokkal találkoztam. Azért mondom, mert ott például nagyon fontos a diafilmet kiemelni. Diafilmeket is lehet tőlünk kölcsönözni. Vagy a központi könyvtárban óriási több ezres bakelitlemez kínálattal rendelkezünk. Vagy ott vannak a kottáink. Nagyon sok minden. És hogyha pedig a könyvekre gondolunk, akkor itt se azt kell elképzelni, hogy nagyon régi könyvek, vagy csak a Jókai összes található meg nálunk, hanem gyakorlatilag könyvesbolti kínálatot nyújt. És ha már kínálatot említ, akkor nézzük a további kínálatot is jövő hét. Így van. Tehát a keddet említettük programként. A szerda az a gyerekkönyvtárban zajlik, ha már az előbb említettem is, méghozzá papírszínház előadással fogjuk várni kedden az odalátogatókat, mert hogy... Szerdán, mert hogy a szerdának a tematikája az híd a generációk között. Most itt azt jelenti, hogy egészen piciktől az egészen a nagymama, nagypapa korosztályig bárkit meg tudunk szólítani ezzel a papírszínház előadással. Ez egy japán technika, és nagyon-nagyon népszerű, és nagyon szeretik egyébként a kis olvasóink, a beiratkozottjaink. Úgyhogy szerdán pedig délután 4 órakor kezdődik ez a program számukra a gyermekkönyvtárban. Csütörtökön pedig folytatjuk a központi könyvtárban. Annak a napnak a témája a gyógyító könyvek, illetve maga a gyógyító kapcsolat. Úgyhogy nem véletlen, hogy Farkas Szilviát hívtuk el erre a napra, aki kineziológus, családállító és a lelki egészségről, az önmagunkra találásról fog nekünk mesélni, beszélni ezen a napon. Majd pénteken pedig a könyvtár, mint lehetőség, minél többféle információt szolgáltatni, ez is egy nagyon fontos megjelenése. Éppen a zene felé próbáltunk egy kicsit nyitni, illetve soha nem tudunk eltekinteni attól, hogy ez a nap, ez mégiscsak a történelmünk egy fontos időpontja, október 6-áról van szó, most már odáig jutottunk itt a hét során. Úgyhogy egy picit úgy próbáltuk ezt a programot szervezni, hogy a történelemhez is legyen köze, meg valamilyen területhez nyújtson hidat, itt jelesül a zenéhez, mert hogy érkezik hozzánk Szebenyi Etelka önkéntes opera nagykövet, és Kodály Zoltánnak a Hári Jánosáról fog egy szerintem nagyon élményekkel gazdag, tarkított és zenei kísérettel is egybekötött előadást tartani. Ez tehát a 6-a is a hétvége? Igen, a hétvégénk egészen vasárnapig nyúlik, ezen a bizonyos könyves vasárnappal zárul ez az Országos Könyvtári Napok. Szombat az egy zárt körű rendezvény, a Bagoly Ludvig olvasás népszerűsítő játékunkban résztvevőknek kínálunk egy élmény ajándékot, mert hogy szombat pedig a könyv élmény, a könyv utazás, ez a kiemelt téma, úgyhogy a számukra nyújtunk egy közel 200 főt fogunk várni erre az alkalomra. Egyébként, hiszen nagyon-nagyon sokan vettek részt az idén a Bagoly Ludvig programban, aminek nagyon örülünk, úgyhogy számukra szól ez a szombat, de természetesen nyitva leszünk a központi könyvtárunkban.
és vasárnap is a központi könyvtárban vagyunk nyitva délig. Miért? És azért, mert egy különlegességgel várjuk oda az érdeklődőket ingyenes beiratkozással könyves vasárnap. Tehát ha az előbb említettem, hogy beiratkozáshoz kötjük a rendezvényünket, akkor azért teremtünk is lehetőséget arra, hogy akár ingyen is egy évre szóló tagságot tudjanak létesíteni nálunk. Ezt csak a könyves vasárnapon tudják igénybe venni, minden más napon természetesen be lehet iratkozni, illetve egész hétre hirdettük meg az úgynevezett megbocsátás hetét. Ez azt jelenti, hogy akinek valamilyen tartozása van felénk, késedelme, van akinek már egy kicsit több is, amennyi éppenséggel beleférne a kellemesbe, na most az visszahozhatja bátran, egészen bátran a könyveket, mert nem számolunk fel ezen a héten semmilyen késedelmi díjat. Egy percünk van még további programokra, hiszen azért nem áll meg az élet az országos könyvtári napok után sem. Nem, de hogyha ilyen rövid az idő, akkor gyorsan kiemelek egy fontos eseményt még nálunk. Méghozzá a krimi napra hívnám fel a figyelmet. Október 13-án, péntek 13-án fogunk krimi napot tartani. Ez egy különlegesség lesz most a központi könyvtárunkban. Reggel 8-tól délután 4-ig várjuk a bejelentkező csoportokat egy krimi játékra. Két kollégám segítségével, akik mint Miss Marple és Poirot fogják kísérni és segíteni a játékban résztvevőket, akik egy rejtvényt kell, hogy megfejtsenek. Agatha Christie történeteiből állították össze Szilaj Anikó és Mészáros Marcell kollégáim ezt a játékot, tehát kis csoportokat várunk egész napra. Fontos, hogy nem kell hozzá feltétlen ismerni Agatha Christie műveit, tehát akkor is meg fogják tudni fejteni a rejtvényt, és ezt a napot pedig nem véletlenül délután 5 órától egy Agatha Christie-ről szóló előadással zárjuk. Nagyon pazar. Kapdámon Adik Lívia, köszönöm szépen, hogy nálunk jó munkát! Köszönöm szépen!